Büdös-e a bátaszéki csapvíz, és ha igen, mi lehet az oka? Ennek jártunk utána a városban. Az utcán megkérdezett emberek is különböző véleménnyel voltak a jelenségről. Egyszerűen büdös is, kemény is, mellette a bőrünket is nagyon megviseli, folyamatosan testápolót használunk, úgyhogy ez tény és való. Ezért fogyasztunk ásványvizet a boltból. Néha, nem mindig. Nem mindig. Én például azt iszom most is csapvizet. Sebestyén József már évekkel ezelőtt egy szűrőrendszert szereltetett fel a lakásában. Hát azért, mert annyira hipó szaga volt, klóros szaga, hogy ihatatlannak tűnt többször. Hogy nem szívesen ittam vizet, holott én nekem fél literes korsó van a csap mellett, és én csapvizet iszom. Büdös is viszketünk is tőle. Hát egy olyan 2 éve biztos. És hogyha pohárba is töltesz, hogy mondjuk inni akarsz, akkor meg, ha vársz vele egy kicsit, akkor így befehéredik az egész. Ijató, és hát azt isztjuk, főzünk vele minden. Jó a bátaszékig. Én nem tudom, ki találtak ki, hogy nem jó. Péter Géza, az Erőv Vízi Közmű ZRT déli régiójának vezetője, megkóstoltatta azt a csapvizet stábunkkal, ami egyenesen a víztisztító üzemből megy ki, nem csak Bátaszékre, a környező településekre. De 2014-ben Keopos uniós pályázatba épült meg ez az ivóvízminőség javító beruházás, ahol Bátaszéken épült egy vízműtelep, és itt tisztításra kerül a föld alól kitermelt víz. Ugye Bátaszéken évtizedeken keresztül probléma volt a vasas mangános víz, hát ezt az itt lakót tapasztalták a mosdókagylón, a kádba, hogy egy ilyen barna, fekete csík mindig ott volt, hogyha csöpögött a csap. Na hát 2014-ben, amikor megindult ez a beruházás, illetve beüzemelésre került, hogy ezek a problémák megszűntek. A víz a legszigorabban ellenőrzött élelmiszer Magyarországon, tehát folyamatosan labormérések, mind mikrobiológia, mind kémiai dolgokban ellenőrizzük, sőt, itt helyszínen is ilyen tesztekkel, fotométerrel azért szoktunk ilyen ellenőrző méréseket végezni, tehát azért odafigyel az ember arra, hogy még véletlenszerűen se tudjon mondjuk egy ilyen túlkolórozás megtörténjen a településen. Azonban elengedhetetlen a víz megtisztításához komoly biztonsági előírások mellett, hogy különböző vegyszereket használjanak. Kap káliumpermanganátot a kezelendő víz, illetve kap valamilyen mennyiségbe előklort, illetve a hálózat a bocsájtás előtt kell egy utóklórozást is végezni. Most elmondom, hogy ez Bátaszék tekintetében elég minimálisra van véve. Ugye a műszaki irányelvek, illetve szabványok még a pandémiás időszak előtt ilyen 0,3 mg per literre becsülték a vagy kérték, hogy annyi klort kell, szabad aktív klort kell a vízhálózaton biztosítani, tehát a legtávolabbi plontokon is, illetve a pandémás időszakban ezt felemelték, ugye a műszaki irányelvek 0,5 mg per literre, tehát mi a Bátaszéken eső, amíg a közelébe se kerültünk, és ugye magára a szabad aktív klóra nincs is határérték, ugye az ivóvízi minőség rendeletbe, csak a kötött klóra, ami 3 mg per liter. Most elhoztam itt az utolsó féléves hálózati eredményeket, tehát itt a szabad klór nem is lehet kimutatni a hálózaton, illetve a kötött klór is a 3 mg per literes engedélyezett képest ilyen 0,2 körüli érték, tehát ez igazán nem okozhatja a egy-két helyen levő íz, illetve szagromlást. Péter Géza hozzátette, 30 éves szakmai tapasztalata alapján arra gondol, máshol keresendő a probléma gyökere. Vannak még régi belső hálózatok, amik még ugye a 70-es években, illetve 80-as években készültek, még az régi horganzott csövek, amiben lehetnek még olyan lerakódások, amik most oldódnak föl, és ezek okozhatnak ilyen íz és szagromlást. És azt el kell mondani, hogy 2014-ben, amikor ugye az új, úgymond tiszta víz rákerült a hálózatra, rengeteg ilyen probléma volt, és ugye ott is mindig a klóra akartuk fogni, de nem az volt, hanem maga ezek a hálózatban élő íz és szakrondó baktériumok, ugye, mivel nem találtak már táplálékot a vezetékekbe, a házi bekötéseknek a vezetékeibe kerültek be, és kerültek be ugye a belső hálózatokba. Tehát a legtöbb esetben a belső hálózat okozhat ilyen problémát. Tehát jelen pillanatban a bátaszéki hálózaton túlklórozás nincs,
de ki is lehet számolni, most körülbelül az utóklór ilyen 3 gram per óra, ami óránként 100 köbméter vízhez megy hozzá, most az ember ezt leosztja, akkor ez nem is tudom, ilyen 0,05 század lehet a szabad aktív flóra, tehát ezt mondjuk a város másik oldalán nem is lehet érezni. Tehát maga ez a szag, illetve izromlás valószínűsítően a belső hálózatoknak a problémája még egyelőre. És a fehér víz jelenséget sem a klórozás okozza. Hiba csőtörések után, hogy levegős lesz a víz, ugye egy ilyen tejszerű lesz, amikor az ember a csapon kiengedi, ilyen tejszerű lesz a pohárba a víz, és ugye hajnál, és mindig azt mondták, mert persze a vizesek agyonklórozzák a vizet, hát ez nem, levegő van, oxigén van a vízbe, ez egy fél percen belül eltűnik, ha is gyönyörű szép kristálytiszta lesz bele a víz. A hatósági laboroknak a vizsgálata is ezt mutatják, hogy ahol ez az ivóvíz minőség javító program elkészült, tehát Bátorszék, illetve a Decs kistérségi, tehát nagy mértékben javult a vízminőség. A hatósági laborok vizsgálatai is azt mutatják, hogy ahol elkészült ez a víztisztító üzem, ott nagy mértékben javult a vízminőség.